A játékos keretet és a lehetőségeket figyelembe véve a középmezőny elejét célozta meg a bajnokság előtt a balkányi futballcsapat. Az ősz nem a tervek szerint alakult a Mirrai László által irányított együttes számára, 4 győzelemmel, 4 döntetlennel és 7 vereséggel a 12. helyen telelt a Balkány. A tavasz már jobban sikerült, 8 győzelem mellett egy döntetlen és 6 vereség a mérleg, ez a szereplés pedig összességében a 8. hely megszerzéséhez volt elegendő. Én azt gondolom, reális a 8. hely, azért, mert kevesen voltunk. Sajnos ugye ezek a súlyos sérülések miatt nem tudtunk a keretbe hozni már játékost menet közben, és tavasszal egész jól szerepeltünk. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ez a 8. hely reális, és hát bízom benne, hogy az átigazási időszakban azért azt a 7-8 játékost, akit szeretnék, azt el is tudom hozni. És akkor már bízom benne, a következő szezonban dobogóért fogunk versengeni. A megyei fociban évtizedek óta dolgozó szakember szerint rendkívül kiegyensúlyozott volt a mezőny a megyei első osztályban. Mutatja az is, hogy 5 csapat még az utolsó fordulók előtt bajnok lehetett volna. Kieséssel ugyanez volt, úgyhogy szerintem ilyet még nem éltem meg. Ez azt jelenti, hogy szerintem kiegyensúlyozott volt a bajnokság. Hát ugye, amikor mi Balkánnyal 2 évvel ezelőtt 16 ponttal nyertük a bajnokságot, akkor el lehetett mondani azt, hogy nem volt kiegyensúlyozott a bajnokság, de most le a kalappal, tehát itt nem volt kiemelkedő csapat. Mirgai László elmondta, hogy a felkészülés július elején kezdik el, és szeretné, ha addigra a csapathoz kerülnének az általa kiszemelt futballisták.